Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Cohen Mátyás, a Mandiner újságírója. Már itt van velünk a vonal túlsó végén. Szerbusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz, üdvözlöm a hallgatóinkat is. Válságkezelési módszerekről fogunk beszélgetni méghozzá, elsősorban nyugat-európai receptekről. Ugyanis zajlik az orosz-ukrán háború, nyilván ezzel párhuzamosan vannak szankciók meg embargók, és nyilván ezzel párhuzamosan meg zajlik az élet a gazdaság területén folyamatosan, és vannak hatások. És nagy kérdés, hogy az egyes hatásokat hogyan tudják kezelni az országok jól vagy rosszul, úgyhogy most egy kicsit ezt fogjuk megnézni. Kezdjük talán Németországgal, amivel kapcsolatban te is írtál a Mandineren egy cikket, az a címe, hogy így ment félre a benzinárcsökkentés Németországba. A címből ítélve akkor ez nem volt túl hatékony válságkezelési megoldás. Hát nekem sem úgy tűnt, meg ahogy látom, a németeknek sem egészen úgy tűnik, tehát az történt, hogy Németországban egy jövedékiadó csökkentés után, mégpedig egy jelentős jövedékiadó csökkentés után eljutottak a 2 eurós benzintől a 2 eurós benzinig, és ezt a német autós társadalom nem egészen vette jó néven. Ugye itt az a dilemma merül föl a német válságkezelés kapcsán, hogy egyáltalán mi az eszköz. Németország nem rendelkezik állami tulajdonú olajvállalattal, ezért amit csinált, az annyi volt, hogy már a kiskereskedelem előtti szinten, tehát már a finomítók szintjén az üzemanyag jövedéki adóját az Európában, az Unióban engedélyezett minimum szintre vitte le, és abban reménykedett, hogy ezt az árelőnyt majd a nem állami tulajdonban és semmilyen mértékben nem állami tulajdonban lévő sok-sok olajcég Németországban az majd továbbadja a saját fogyasztóinak. Ez megtörtént, de már rögtön az elején sem teljes mértékben, tehát egy 60-70%-et kapták meg a német autósok a jövedéki adócsökkentésnek, és utána néhány hét alatt, miközben egyébként nem feltétlenül történt a világpiacon olyan esemény, ami tartósan magasabban nyomta volna az olajárakat, megint visszakúztak oda a benzinárak, ahol voltak. Ez szerintem kijelenthető, hogy a német recept az egy gyenge állami eszköz hatékonytalan bevetése, és fölvet néhány kérdés azzal kapcsolatban is, hogy nem érdemesebb be egyébként, gondolva a válsághelyzetre, és természetesen a piaci vállalatvezetés elveinek maximális betartása mellett, mégiscsak állami kézben tartani olyan stratégiai iparágokat, mint például az olajtermelés és az üzemanyagok kiskereskedelme. Na akkor erről majd beszélünk részletesebben is, de előtte még a magához, ehhez a jövedéki adós csökkentéshez egy kérdés, hogy itt Magyarországon a hazai ellenzék is jelenleg folyamatosan mondja azt, hogy az élelmiszereknek például az áfáját le kéne csökkenteni 5%-ra vagy teljesen elengedni, és ettől várják mindig a csodát. Most nyilván az üzemanyagnál is egy adócsökkentésről van szó. Csak ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogyha hoznak egy ilyen döntést, akkor nem lehet valami olyan garanciát is beépíteni ebbe a döntésbe, hogy a különböző kereskedők ne terheljék rá a fogyasztókra az újabb és újabb árakat? Tehát nem lehet akkor a másik oldalon valamit elvárni is? Vagy miért nem működik ez a rendszer? Van a politikában egy nagyon régen bevett és borzasztóan elterjedt színjáték. Minden politikus pontosan tudja, nem lehet. Tehát áfacsökkentések átterhelésének, vagy átadásának a megvalósulását sem lehet ellenőrizni, jövedéki adócsökkentéseket sem lehet. Az egyetlen dolog, ami megbízhatóan átmegy, az adó, vagy jövedéki adó járulék, akármicsoda növekedés. De minden politikus, minden alkalommal, amikor ehhez az eszközhöz nyúl, a legjobb reményeivel, és abban bizakodva, hogy azért legalább valamilyen mértékben csak megérkezik majd a végfelhasználóhoz ez az adó csökkentés, mindig elbábozza a közéleményének azt, hogy lesz áfakommandó, hogy lesz fogyasztóvédelmi vizsgálat, és hogy rögzítjük az akármilyen árrést, és hogy akkor majd ennek következtében az árak valóban csökkenni fognak. Nincs ilyen. Ez az a helyzet, hogy nem esik egybe, és az borzasztóan fontos megérteni, nem esik egybe semmilyen mértékben a piaci szereplőnek az érdeke, sem az állam érdekével, sem a fogyasztó érdekében. Ezt el kell fogadni. A piaci szereplő alapvetően teljesen jogosan abban érdekelt, hogy az általa megszokott marzsal, vagy a fölött minél több profitot termelve a saját részvényesei, és minél jobb bérkondíciókat biztosítva a saját munkatársai számára, eladhassa a termékét. Hogyha az elcsökkentés sikerében nem érdekelt szereplőnek adunk egy adókedvezményt, abból valamennyi, vagy több, vagy kevesebb, az el fog veszni a semmiben. És ezt a világon minden kormány mindig megtapasztalta, csak minden olyan alkalommal, amikor szembesül azzal, hogy nincs igazán más eszköze. Mert
az elszabályozás már túl durva lenne, akkor, akkor mindig eldábozza magának, és eljátsza a népének, hogy ez működik. Ettől még természetesen nem működik, és soha nem is fog. De akkor az árstopp az lehet egy jobb megoldás, hiszen ott viszont akkor nyilván nincsen feljebb. Hát az árstopp az azért egy izgalmas megoldás, mert az árstoppnál rengeteget számít az, hogy az államnak van-e valódi befolyása annak az iparágnak az árképzési gyakorlatára, amelyet éppen árstoppol. Hát például a magyar üzemanyag árstoppnál pontosan lehet tudni azt, hogy minden kormányzati döntés percre és pillanatra és fillérre pontosan le van egyeztetve Herrádi Zsolttal, és hogy soha semmilyen olyan üzemanyagpiaci beavatkozás nem tud lenni, nem is lesz, amit a MOL ne bírna ki. Ez azért van, mert az államnak van egy igen jelentős egyébként az oroszoktól visszavásárolt és a szocialisták által elkutyavetjét tulajdoni részesedése a MOL-ban, aminek következtében a MOL az képvisel állami érdeket a piaci érdeken túl, mert hát az állam egy igen jelentős tulajdonosa. Más árstoppoknál meg az a helyzet, hogy az árstopp, ami például az élelmiszerek területén ki van vetve, az kiválóan elteríthető a többi termék árában, és gyakorlatilag az a lényege, hogy azoknak a felhasználóknak, azoknak a vásárlóknak, akinek a fogyasztói kosarában az a néhány árstoppolt termék képvisel jelentősebb arányt, azok azt a néhány terméket, és ezzel együtt az ő fogyasztói kosarukat olcsóbban vihessék haza. Tehát ez két filozófiája az árstoppnak. Az egyik az, hogy az állam ármeghatározó elején keresztül árstoppolnak olyan terméket, ahol tudják, hogy ez igazdálkodható. A másik pedig az, hogy bizonyos termékek árába építik be azt a kvázi szubvenciót, amivel bizonyos támogatott termékek árát csökkentik. Ugye te is említetted, hogy a stratégiai ágazatok lehet, hogy mégiscsak jobb, ha állami kézben vannak, mert többek között ugye ezt most az energiahordozóknál látjuk. Ugye ez talán a sokak által viccesnek vélt rezsicsökkentés szempontjából is fontos lehet, illetve az üzemanyag szempontjából is. Ugyanakkor meg azon gondolkodtam, hogy politikai felelősség szempontjából sokkal könnyebb azt mondani, hogy ó, hát ezek magánkézben vannak, és hát sajnos nem tudunk mit csinálni, mert a magánkézben lévő vállalat vezetők így döntöttek. Hát egyértelmű, csak szerencsére a demokráciákban, legalábbis a szerencsésebb demokráciákban, mint amilyenek mi nem vagyunk, szokott lenni baloldal, aki ilyenkor egyrészt elkezdi rikácsolni a regnáló kormányra, másrészt pedig két hónap múlva a felmérésekben jelentős mértékben megerősödik. Hát szerencsére a demokratikus rendszerekben azért be van építve egy ilyen kontroll, hogy akármeddig nem lehet egyszerűen csak hagyni a szabad piacot, hogyha az esetleg tisztességtelen gyakorlatot folytatni ezt a tisztességtelen gyakorlatot. Ez valóban egy nagyon kényelmes dolog, de politikailag szerencsére a legtöbb országban nem vállalható. Igen, nagyon érdekes, hogy talán a mi generációnk már folyamatosan azt tanulta, hogy a kapitalizmus és a szabad verseny az mennyire jó, és hogy az a fejlettségnek és a progresszivitásnak az ászlóshajója, és minden más az államosítás, kommunizmus és visszalépés az időben. Most meg mintha ennek az ellenkezőjét látnánk. Ez egy igen izgalmas kérdés, mert egyébként én továbbra sem szüntem meg hinni a szabad piacban, csak azt is látni kell szerintem, hogy azok a közgazdasági modellek, amik nagyjából úgy általános iskola 6. osztály környékén az ember vagy az ember gyerek fejébe betáplálásra kerülnek, azok nem teljesen pontosak. Tehát az, hogy a profitnak a mai napig, és erről egyébként Pogács Zoltánnak volt az elmúlt pár hétben egy egészen kiváló podcastja, ajánlom a hallgatók figyelmébe, hogy a profitot nem tudjuk meghatározni, hogy micsoda, mert az most akkor egy meghatározott ár is, vagy a kockázat költsége, amit az előállító visel, vagy az előállító munkabére, vagy akkor ez pontosan micsoda is, ez egy kicsikét nehézé teszi, főleg válsághelyzetekben annak a kérdésnek az eldöntését, hogy akkor egy bizonyos mennyiségű profitra, vagy egy bizonyos mennyiségen túli profitra, akkor most jogosult-e az, aki az adott terméket előállítja. Hát én véletlenül sem, egyrészt azért, mert nem vagyok közgazdász, másrészt meg azért látjuk a világgazdasági helyzetén, hogy a szabadpiaci kapitalizmus egy soha nem látott jólétet hozott, soha nem látott mennyiségű embernek. Én véletlenül sem a kapitalizmus megdöntése mellett akarok most itt kardoskodni, de azt szerintem látni kell, hogy azok a kiváló piaci modellek, hogy a áldozatlan kéz, meg a kereslet és a kínálat, a vas törvényei, azok mindig a lehető legtisztességesebb árakat hozzák majd ki, és a lehető legtisztességesebb megosztását a javaknak a fogyasztók és a termelők között, azok egyszerűen nem igazak így, ahogy vannak, és amikor válság van, akkor igenis meg kell nézni az árképzést,
meg kell nézni azt, hogy melyik iparág milyen módon termel, hogyan profitot, és ha ott vannak olyan lukak, mint például egyébként az a luk, amire a magyar üzemanyagástop épül, hogy van egy durva különbség az áradáshoz használt Brent olajfajta, meg a termeléshez használt Urál olajfajta között, meg egyébként van egy óriási finomítói árrés a jelenlegi világpiaci árakban, az ilyen lukakat meg kell találni, és már pedig igenis ki kell használni a fogyasztók javára. Ez szerintem egy új feladata és egy új kihívása a szabadpiaci kapitalista politikának is. Én abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, még annyit tennék hozzá, hogy az külön érdekesség, hogy most van kereslet, és sokszor nincs kínálat, és hogy az egész sokkal mesterségesebb, mint egy hagyományos válság idején, mert nagyon sokszor az ellátóláncok akadozásában nem ilyen logikus piaci folyamatok játszanak közre, hanem különböző ideológia vezérelt machinációk alakítják ki úgy a helyzetet, ahogy az kialakul. Abszolút, meg egyébként például, amit az olajpiacon vagy a benzinpiacon látunk, most néhány kivételtől eltekintve, mert például azt gondolom, hogy a dízelpiac az tényleg küzd egy valódi kínálati hiánnyal, de jelentős részben az nem egy valódi kínálati hiánynak a leképeződése, hanem egy jövőbeli kínálati hiány várakozása, ami beépül a mostani árakba. Tehát igazából az, hogy a benzinár vagy a végfogyasztói üzemanyagár Magyarországon egyáltalán az Unióban ilyen magas legyen, ennek most ebben a szent pillanatban valódi jelenlegi kínálati oka, ha jól látom, akkor nem nagyon van. És ennek ellenére egy csomó olyan befektetői várakozás beépül az árakban, ez látszik a benzinen, de látszik az élelmiszeren is egyébként, amely a közvetlen piaci vastörvény szerint egyébként nem indokolható. És egy igen jó kérdés az, hogy most akkor ezt óhajtjuk-e a fogyasztóban megfizettetni, és hogyha meg lehet oldani azt, hogy ne a fogyasztók fizessenek. Mert vannak okos megoldások, akkor erkölcsileg vállalható-e, hogy megtegyük. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az átképzési gyakorlatok megtekintése, áttekintése, meg a piaci folyamatoknak az olyan szemlélete, hogy már pedig attól függetlenül, hogy egyébként a kapitalizmusnál jobb gazdaságmodellt még nem találtak ki, egyébként a láthatatlan kép az nem mindig igazságos, ez szerintem egy teljesen jogos megfontolás a modern politikában. Ugye te is taglalod a cikkedben azt, hogy Németországban az, hogy menjen az autó, meg gyorsan menjen, az mennyire fontos dolog. Mennyire elnéző most még a német társadalom azzal, ami jelenleg zajlik üzemanyag piacon, és lehet-e olyan pont, amikor azt mondják, hogy na, ezt azért már mi se tűrjük? Én úgy gondolom, hogy itt az örökkön örökké elcsépelt, lassan melegedő vízben főbő békának az esetét látjuk azért, hogy nem csökken drasztikusan az európai benzinpiacon vagy üzemanyagpiacon a kereslet attól, hogy tényleg pofátlan árak vannak. Azért, mert ez valahogyan még mindig azon a tartományon belül van, amit benzinárként értelmezni tudunk, meg azért ezt hozzá kell tegyem, hogy például Németország az még a jelenlegi árválság, hogyha fogalmazhatok így, kirobbanása előtt is kimondottan a magas üzemanyagárú területek közé tartozott. Tehát ami Magyarországon egy kétszeres vagy több mint kétszeres üzemanyagár növekedés, az Németországban mondjuk egy 50-60%-os, ami máshogyan viselhető. De ettől függetlenül látom egyébként, és nekem alapvetően jó módú német középosztályban ismerőseim vannak, hogy föl vannak háborodva azon, hogy mi az a mennyiség, amit a megszokott tankolós összegükért kapnak, és hogy mégis hogy lehet az, hogy a nekik szánt üzemanyagár csökkentési javaslatok azok valahogyan őket pont nem érik el. De nagyon érdekes, hogy azért jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak, de ezt még mindig megfizetik. És ezt látni Nyugat-Európában, hogy nem hallani még nagyon sok olyan példát, hogy a nyaralás elmarad az üzemanyagárak miatt. Ez lehet egyfajta teszt is, hogy mi az a lélektani határ, amikor viszont már hatással van a keresleti oldalra is? Hát egy ilyen összeesküvés elméleteim nekem is szoktak lenni, és én is azt gondolom, hogy egész addig, amíg egyébként piacilag valamilyen szinten indokolható, vagy legalábbis piaci ürüggyel bevonható áremelkedések hatására nem csökken a kereslet, akkor igen, könnyen el tudom képzelni azt, hogy bizonyos olajcégek most megpróbálkoznak egy új egyensúlyjárnak a kialakításával. Mert megint csak ugye a molárazási gyakorlatában is egy rendkívül izgalmas megfontolás az, hogy
hogy a MOL üzemanyag árait nem önmagában az határozza, hogy mennyibe kell az üzemanyagot előállítani, hanem az is, hogy milyen árszintet enged meg a kereslet. Mert hogyha a MOL egyébként azon az áron adná, hát a Brent helyett az Urálból kiszámolt piaci áron adná az üzemanyagot, és esetleg a finomítói földek is máshogyan kerülnének be az árképzésbe, én azt hiszem, hogy akkor is kialakulna Magyarországon egy olyan az európai átlagnál jóval alacsonyabb üzemanyagár, ami előidézne a benzinturizmust, ami pedig megint csak ellátási problémákhoz vezetne. Tehát egy olyan megfontolás is van szerintem, hogy ezeken a magas árszinteken még az sem feltétlenül csökkent, aki megtehetné. Mert elbírja a piac. Igen, tehát ilyen összeesküvés belénél is egyre inkább elkezdek hinni a nyugat-európai benzinpiac tekintetében, főleg úgy, hogy látszik egyébként, hogy egy Urál feldolgozó olajvállalat az milyen viszonylag sértetlenül bírja a lassan már, tehát októberben egy évessé váló kis tortáskáján gyertyákat fújogató üzemanyagás topot, ami az vastagon alatta van az általuk kiszámolt piaci árnak. Ma, hogy akkor az összeesküvés elméletet tovább gördítsem, lehet-e érdeke az a döntéshozóknak, hogy amúgy meg igenis használjanak kevesebb üzemanyagot, meg használjanak kevesebb gépjárművet, és nem baj, hogyha majd a középrétegek nem tehetik meg, hogy tankoljanak, legalább nem lesz olyan magas a környezetszennyezés. Ebben az összeesküvés elméletben is hiszek, de azt is gondolom, hogy ez azért ütközik a gazdasági növekedési korlátokba. Tehát az autó az nem egyszerűen csak egy környezetvédelmi szempontból rossz szokás, hanem egy csomó olyan fogyasztási formának az egyedüli lehetséges kiszolgálója, mint például az országon belüli turizmus, mint például az autós mozi, mint például a gyors étteremláncok. Hát egy csomó olyan iparág van, ami arra épül, hogy az emberek viszonylag vállalható költséggel el tudnak menni a jelenlegi helyüktől 50-60-500-600 kilométert, és ezeknek az iparágoknak igenis jelentős részesedése van a gazdaságokban, tehát az a kormány, amely egyébként gazdasági csökkenést nem szeretne, az valószínűleg ilyen nyíltan és ilyen egyértelműen nem szeretné az üzemanyag elnövekedés és ezzel az autóhasználat csökkenését sem. Illetve a másik, ami viszont egy logikusabb dolog, hogy azt hallom ismerőseimtől már Magyarországon is, hogy elkezdenek gondolkodni elektromos autókban, és nem a környezetvédelmi elkötelezettségük miatt, hanem azért, mert azt mondják, hogy hát ez jóval olcsóbb. Ugyanakkor, ha megnézed az elektromos autók árait, akkor látod azt, hogy ez a várakozás beleépült már az elektromos autók áraiba, tehát az elektromos autók most jelentősen drágábbak, mint voltak 2-3 évvel ezelőtt. Hát ebben van egy olyan egyensúly, mert itt meg aztán tényleg működik a keresletkínálat, meg a láthatatlan kéz, hogy a fogyasztó a végén, ahogyan én látom, jól járni se hogyan nem tud. Hát ha csak nem tud valaki egy olyan elektromos autó modellről, amit nem érintenek ezek az áremelkedések, mert kevésbé felkapott, szerintem a kereslet növekedésével drágulni fognak az elektromos autók, és ezzel még kizárólagosabbá válik, még inkább egy felső középosztálybeli luxussá válik az elektromos autózás. Hát értem, hogy ez a folyamat logikusan így néz neki, csak az a mennyiségű elektromos autó sem nincsen, sem nem legyártható, mert egyébként nemes költségvetési hiányok is vannak, ami ennek az egyensúlynak a megfeleléséhez szükséges. Na, beszéltünk az üzemanyagról, de hát ugye nem csak ez okoz problémát, hanem ott van az a nagyon nagy kérdés, hogy az ősztél beálltával mivel fogunk fűteni Európában. És talán ez egy kicsit fontosabb kérdés is, de hogy látod, fel van-e arra készülve Európa, az Európai Unió egyes országai és az Európai Unió, mint Európai Unió, hogy valahogy az orosz kieső energiahordozókat pótolja? Ugye az, hogy ősszel mivel fogunk fűteni, az alapvetően nem ősszel dől le, hanem most. Hát a jelenlegi gázszállítások zavartalansága, ára, megléte dönti el azt, hogy azokat a gáztározókat, amiket aztán ősszel majd leürítünk, azokat most fel tudjuk-e tölteni. Ez igazából egy sokkal korábbi és sokkal direktebb és közvetlenebbül a jelent érintő kérdés, mint ahogyan te feltetted. És látom azt egyébként, hogy Oroszország nem a mi déli áramlatunkat érintő egyhetes tervezett karbantartásokkal, hanem be nem jelentett és technikailag igencsak nehezen indokolható
ellátási mennyiség csökkentésekkel is mahinál ezen a piacon. De azt látom, hogy van némi összefüggés az Ukrajnának fegyvert szállító, Kijev felé veszványos gesztusokat tevő országok, meg az ilyen furcsa technikai hibákat elszenvedő országok között. Én azt gondolom, hogy itt is be fog állni egy egyensúly, tehát meg fogja találni Európa azt a mértékét Ukrajna támogatásának, amely még nem eredményezi az orosz gázszállítások Oroszország felüljeállítását. És azt hiszem, hogy itt nagyjából elértünk arra pontra, ameddig elmehetünk. Tehát ennél világosabban a szerződési kereteken belül nem tudja megüzenni Vlagyimir Putyin, hogy be igen, aki Ukrajna felé most látni és gesztusokat tesz, annak igenis fázni fog egyébként a kiskezecskéje jövő télen. De szerinted ezt komolyan veszik? Tehát, hogy megértik, hogy ezen múlik, vagy annyira nagy az elvárás amúgy a sajtóban Ukrajna részéről, hogy a történelem jó oldalára kell úgymond állni, hogy ezeket a egyébként jogos agályokat is zárójelbe teszik azért, hogy erkölcsileg jól jöjjenek ki, szerintük jól jöjjenek ki ebből a helyzetből. Nézd, ugye legendák terjednek arról, hogy az európai tanácsüléseken mennyire különböző a hangnem akkor, hogyha forognak a kamerák, meg akkor, amikor nem. Tehát nyilvánvalóan kamerák előtt nyilvánosan politikus sem zsarolhatóságot, sem pedig immoralitást, vagy a morális jónak itt kiáltott végtelen ukrán pártiság elutasítását nem tudja vállalni. Ez világos és egyértelmű. De ez nem jelenti azt egyébként, hogy például az olyan zűrös és izgalmas történetek mögött, mint például, hogy miért nem érkeztek még meg a német nehéz fegyverek Ukrajnában, ne húzódnának meg ilyen megfontolások. De szerintem egyébként azok, akik valóban a döntéseket meghozzák ezekben a kérdésekben, és itt most nem a hangulza teljesen jelentéktelen nyugat-európai államokról beszélek, vagy azokról a baltiakról, akiknek nincsen már egyébként ebben a kérdésben rizikó, meg gázellátási rizikó, mert ők meg egyébként ezt az árat megfizették, ezt a leválást végrehajtották. A jelentős hatalmú európai országok körében én úgy gondolom, hogy ez egy ki nem mondott sajtófejű nem kommunikáció és a választók elől elrejtett, de létező megfontolás. Mire lehet számítani élelmiszer területén? Ugye erre is azt mondják, hogy egyrészt ott van az infláció, amit érzünk, de másrészt az áruhiány, ami szintén összekapcsolódik az orosz-ukrán háborúval. Lehet-e a mostaninál is durvább árakra, vagy akár áruhiányra, globális áruhiányra számítani? Hát mivel mi alapvetően úgy, ahogy vagyunk, mint európai kontinens, és ebbe egyébként beleértem még a Balkánnak az unióban nem tartozó részét is, a globális fogyasztási láncnak így a csúcsa vagyunk. Tehát mi bírunk a legnagyobb vásárlóerővel, nekünk a leginkább mindegy. Még nem mondom, hogy mindegy, de nekünk a leginkább mindegy az, hogy az élelmiszerünk az most 50%-kal drágább, mint tavaly volt, vagy nem. Ezért azt hiszem, hogy áruhiány az minket fog utoljára érinteni. Tehát mi alapvetően egy jó vonzó piac vagyunk, ráadásul egyébként jelentős mennyiségű önellátás is van az európai élelmiszerűállítási kapacitásban, ahol áruhiány lehet a sajnos pont a legsebezhetőbb része a világnak. Afrika, Dél-Kelet-Ázsia, adott esetben Latin-Amerika, tehát ott van arra tényleg esély, hogy áruhiány jön elő. Én erre Európában nem számítok. Az, hogy áremelkedés lesz, tehát ez az én számomra teljesen egyértelmű. Hát az, hogy az infláció az bármiféle optimista vélekedések ellentétben egészen addig nem fog tudni rendeződni egyébként, amíg Kína abban nem hagyja a Covid miatt kikötőre zárásos ökörködést, meg amíg az ukrán orosz háború abban nem marad, vagy legalább az élelmiszerexportról megállapodás nem születik. Ez az én számomra sajnos egy elég egyértelmű valóság, amivel nem lehet mit kezdeni. Hát ezt a helyzetet nem lehet csak árstoppokkal kezelni. Úgy valószínűleg lehet kezelni, hogy be kell majd vonni előbb-utóbb, szerintem ebben a kérdésben nincsen mese, valamivel szorosabb állami kontroll alá a stratégiai élelmiszertermelési iparágat Európában, ebben Magyarországon is. Tehát azt hiszem, hogy itt a gazdák, gazdaszervezetek, kiskereskedőknek az állam között lennie kell egy szoros egyeztetésnek arról, hogy milyen módon, hogyan tudjuk megúvni a helyi piacokat a globális áthatásoktól. Akkor ide egy utolsó gondolat, hogyha kialakulnak Európán kívül tényleges éhezések, éhséglázadások, bár ugye Putyin pont most mondta, hogy fognak foglalkozni Ausztriával, Afrikával, és szállítanak oda élelmiszert, de ha ennek ellenére mégis kialakul ez, itt Európában pedig lesz egy olyan réteg, aki anyagi okok miatt nem fog normális élelmiszerhez jutni, és ez a kettő összeér, ezt vajon tudja elkezelni Európa?
Én arra számítok, hogy pont ezek miatt, a szempontok miatt, amit mondtál, és most ugye még nem is a migrációs válságról beszélnek, ami ebből logikusan következik, hanem az Európán belüli helyzetről beszélek, lesz egy gazdasági értelemben véve baloldali fordulat az Európai Unió országaiban. Hát azt gondolom, hogyha valamikor itt van az ideje annak, hogy a választópolgárok egy jelentős része, akiknek tényleg gondot okoz az élelmiszer áremelkedés napi szinten, és kenyér gondot okoz, ők jó eséllyel most nyitottabbak lesznek baloldali ötletekre. Tehát én szerintem az európai demokráciába beépített, mondhatni, egyensúlyi mechanizmusokat, azokat tudják kezelni ezen azáltal, hogy a baloldal megerősödik, és a szabad... Csak kérdés, hogy a baloldal ilyen üzenetekkel szólítja-e meg a választókat, vagy ideológiai üzenetekkel, mert egész Európában azt látni, hogy a baloldal már nem különböző szociális dolgokat ígér a választóknak, hanem ideológiát. Hát ez szerintem a 2010-es évek baloldala, és a 20-as évek baloldala nem ilyen lesz. Tehát látszik Franciaországban is az új baloldal, ami hasonféle mozgalom, de látszik Németországban a Linke, vagy sok egyéb európai országban is ezek a Schiffer András jellegű baloldali szuverenista és baloldali lokalista mozgalmaknak a megerősödésében, hogy emellett a kaviár baloldal mellett, amiről te beszélsz, nem, amiről sokat beszéltünk az elmúlt években, kialakul egy a baloldalon belüli alternatíva, amely gazdasági értelemben képzelje a baloldaliságot. Na, hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a folytatás. Kohán Mátyás, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.